Továbbra sem rendezett a kísérő nélkül Spanyolországba érkező gyerekek sorsa. Azoknak a kísérő nélküli kiskorúaknak, akik nem akarnak visszamenni hazájukba, joguk van Spanyolországban maradni. Madridban csütörtökön új gyermekvédelmi törvényt fogadtak el, amely megerősíti a gyerekek és serdülők jogait, és meghosszabbítja az elévülési időt minden esetleges visszaélés esetén. A törvény ugyanakkor jogvédők szerint nem szabályozza a bevándorló gyermekek jogait. Nagyra értékeljük az új törvényt. Szükség volt rá, mert fontos újításokat vezet be, de csak a kiskorúak elleni erőszak egyes típusaira vonatkozik, mint amilyenek a szexuális bűncselekmények vagy a fizikai agresszió. Ezeket a területeket nagyon jól lefedi, nagyon jól kezeli, valóban innovatív törvény, de megfeledkezik a létező és sok esetben előforduló erőszakról, ami az intézményi erőszak. Ezt a szakember közvetlenül az adminisztráció túlzott hatalmának tulajdonítja. A kiskorúak és családjaik olyan hatalmi viszonyok fogjai, amelyek nem változnak az új jogszabállyal. A kísérő nélküli gyerekek helyzete még rosszabb. A probléma nem az, hogy jobb vagy rosszabb a törvényünk, a probléma az, hogy van egy rendszerünk, amely nem hisz az emberekben, nem hisz a családokban, nem hisz a kiskorúakban. A probléma az, hogy a központokban az első sürgősségi időszak után 18 évesen kidobják őket az utcára. Már nem kiskorúak, hiszen betöltötték a 18-at, mégis sok bürokratikus akadály áll a tartózkodási engedélyük megszerzésének útjában, és nem is dolgozhatnak, mivel nincs munkavállalási engedélyük. Spanyolországban kevesebb, mint 10 000 kísérő nélküli korú él, ez a gondnokság alatt álló gyerekek ötöde. A szakember szerint mindegyikük havi 4 000 euróba kerül az adminisztrációnak, ami pazarlás, hiszen 18 éves koruk után nem biztosítanak jövőt számukra.